Itt a Tisza híd melletti bokorban lettek figyelmesek a hatóság munkatársai, hogy valaki sétál a vasúti pálya közelében. A Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség rendőrei november 16-án este fogták el azt a férfit, aki Ukrajnából illegálisan próbált meg belépni hazánk területére. A kirendeltség épülete mindössze pár méterre van az elfogás helyszínétől, a rendőrök a vasúti átjárót és a zöld határt is folyamatosan ellenőrzik a közúti határátkelőhely mellett. A férfi először Puerto Rico-i állampolgárnak vallotta magát, amikor a rendőrök megkérdezték, viszont sem a személyazonosságát, sem a Magyarországon való jogszerű tartózkodását nem tudta igazolni a hatóság számára. A rendőrök a 21 éves férfit idegenrendészeti eljárás lefolytatása céljából előállították a határrendészeti kirendeltségre, ahol megállapították, hogy valójában az Egyesült Államok polgára, valamint azt is, hogy a svájci hatóságok európai és nemzetközi elfogadó parancsot adtak ki ellene három rendbeli emberölés elkövetése miatt. A rendőrök a férfi bűnügyi őrizetbe vették és felvették a kapcsolatot a körözést elrendelő külföldi hatósággal. A fővárosi főügyészség közleményben tudatta, ideiglenes kiadatási letartóztatásba helyezte a fővárosi törvényszék azt az amerikai állampolgárságú férfit, akit a svájci hatóságok több ember megölésével gyanúsítanak. A férfival szemben a svájci hatóságok azért adtak ki nemzetközi elfogató parancsot, mert a megalapozott gyanú szerint 2023 őszén Svájcban súlyosan bántalmazott három személyt, akik közül ketten ennek következtében életüket vesztették.